Mohács város képviseletesztete felosztatására vonatkozó indítvány. Ez volt az egyik legfontosabb napirendi pont a mohácsi közgyűlés előtt. A képviselőtestület már a tavaly október 16-ai önkormányzati választást követően tett ígéretet arra, hogy vagy lemondatják Csorbai Ferenc polgármestert, vagy feloszlatják a testületet. Mint ismert, a néhai Szekó József polgármester halálát követően csak az MSZP színeiben induló Csorbai Ferencre lehetett voksolni, mint városvezető, a választás után pedig fel is vette mandátumát. A többségben lévő Fidesz frakció képviselői szerint ez nem volt tisztességes folyamat. A veszélyhelyzet utáni első közgyűlésen egyenként is mondhattak véleményt a politikusok. Itt ezen az oldalon olyan képviselők vannak, akik alpolgármester is mondta, akik megmérettették magukat. Tehát nem akarok mutatni, de azért megkérdezném, hogy önök is indultak, ugye ezeken a választásokon, hány ember győzött? Mintha gyámság alatt lenne. Mintha önállóan nem tudna véleményt formálni, mintha önállóan nem tudna adhok nyilatkozni. Egy-egy megkérdezett kérdésben nagyon-nagyon szaggatott választ kaptunk. Majd este, még az én szememben is könnyeket csalva, megjelent a blogján egy olyan határozott és csodálatosan megfogalmazott szöveg, ami tényleg még majdnem én is elbizonytalanodtam volna, ha tudom, hogy nem úgy vannak a dolgok. Pávkovics Gábor alpolgármester hangsúlyozta, nem az volt a Fidesz frakció célja, hogy feloszlassa a testületet. Mivel azonban Csorbai Ferenc nem mondott le önként a polgármesteri székről, ezért kénytelenek voltak erre a lépésre. A képviselők ugyanis egyöntetűen elfogadták a feloszlatásról szóló előterjesztést. A határozat életbelépését követően maximum 90 nap áll rendelkezésre, amíg kitűzhetik az időközi önkormányzati választás időpontját, mondta stábunknak Pávkovics Gábor. A Fidesz helyi szervezete és az aktivistáink és a közvélemény az egy kicsit arra sarkalt már engem tavaly ősszel, hogy jelezzem azt, hogy ha lesz új polgármester választás, akkor várhatólag én lehetek a helyi szervezetnek a jelöltje. Ez így van, és ezt a feladatot továbbiakban is el szeretném vállalni, tehát várhatólag én leszek a jelölt. Az alpolgármester hozzátette, szeptemberben várható az időközi választás. Hangsúlyozta, addig sem marad egyedül a város, hiszen a voksolás időpontjáig minden képviselő megtarthatja mandátumát, így gyakorolhatja a hatáskörébe tartozó feladatait.